Ez a Kajla útlevél, amit kisiskolások kaphatnak és kedvezményesen utazhatnak vele a szünidőben a családok. Ehhez ki kell tölteni az első oldalt, ahol a személyes adatokat kérik. Meg kell adni a nevet, a lakcímet, házszámot, hogy melyik iskolában tanul a diák, egy telefonszámot is kérnek, és a diák igazolvány számát, hiszen ezzel, ennek a kitöltésével lehet igényelni a kedvezményt. Újdonság, hogy most már kétfajta Kajla útlevél van forgalomban. Az elsőt az iskolások kaphatják. Az általános iskolás alsó tagozatos diákok igényelhettek, illetve most már kiküldik az iskolákba is ezt az útlevelet. A másik útlevél az az idei év újdonsága, hogy létezik már óvis Kajla útlevél, és már az óvodások is gyűjtetik a pecséteket, és kirándulhatnak ezzel az útlevéllel. Az útlevél különböző kedvezményeket ad, azon kívül, hogy pecséteket lehet gyűjteni. Ezeket a múzeumokban, a várokban, illetve a régió Turinform irodáiban lehet begyűjteni. A kedvezmények között talán az egyik legfontosabb az utazási kedvezmény, hiszen a gyerekek ingyen utazhatnak a tanszünetek ideje alatt, és az őket kísérő felnőtt személy pedig 33%-os kedvezménnyel utazhat. Ez az óvisok Kajla útlevele, ahol az adatoknál a gyerekek óvodási jelét kérik a diákigazolvány száma helyett. A kezdeményezés célja, hogy a kicsik az utazások során jobban megismerjék hazánkat. Ezt segítik azok a kiadványok, amiket a Kajla csapat rendelkezésére bocsát a Turinform irodáknak. Ezekből megismerhetik hazánk természeti és épített értékeit a gyerekek. Az akció növeli a belföldi turizmust is, a családok utazásának megkönnyítésével. A Kajla útlevél kiadását és a hozzá köthető akciókat, kiadványokat, kedvezményeket a magyar kormányzat támogatja a szakminisztériumon, illetve a turisztikai ügynökségen keresztül.